Lőrincét is sújtja a botrányos csatornaberuházás. Hallhattuk, hogy szenvednek ettől a lakosok. Hogyan próbálnak ezen a helyzeten a jövőben majd javítani? Hát először is föl kellene tárni, hogy mi volt az oka ennek a májusi-júniusi csatornaüzemszünetnek. Kik voltak a felelősek, mert ez vagy borzasztó nagy anyagi kárt okozott a mi erőmű lakótelep városrészünkben. A pincék azok elárasztásra kerültek, a pincéknek a kiszárítása lehet, hogy akár 3 évig is el fog tartani, úgyhogy nem tudom, hogy először ki kellene deríteni, hogy kik voltak a felelősek, utána járni a felelősségnek, és utána valamilyen anyagi felelősséget is kideríteni. Nem tudom, hogy vannak-e az üzemeltetőnek megfelelő biztosításai, amiknek a felhasználásával ezeket a javításokat meg lehetne csinálni. Nagyon úgy néz ki, hogy ez a részlegesen nyomott rendszer, tehát amikor az átemelő szivattyúk működnek, akkor az átemelő szivattyúk utáni bizonyos csatornaszakasz az nyomás alá kerül. Ezeket ki kell deríteni, lehet, hogy valamilyen kamerás átvizsgálással, vagy csőgörényes átvizsgálással meg kell csinálni. Úgyhogy rettentő sok költséget látok ebben a jövőben, és nem látom a forrást erre. Itt fölvettek óriási eurós pályázati pénzeket, azok valahova eltűntek, láthatóan még a tervek sem készültek el megfelelő minőségben, úgyhogy utána kell járni, hogy kit élték meg ezeket a pályázatokat, és ott is a felelősöket ki kell deríteni. A szociális mezőgazdaság bevezetését emlegette a városban. Mit értett pontosan ez alatt? A szociális mezőgazdaságnak azért neveztük el, mert ez szociális helyzeteken javítana. Úgy a földtulajdonosok, kerttulajdonosok, akik általában idős, nyugdíjas emberek, akiknek sajnos olyan alacsony a nyugdíjuk, hogy a gyógyszerek miatt gyakorlatilag a megélhetési problémáik vannak. Mi úgy gondoljuk, hogy ha ezek a művelhető kertjeiket, vagy belterületi, illetve külterületi földjeiket fölajánlanák egy önkormányzat által szervezett földművelésre, amivel aztán a közétkeztetést például ellátnánk zöldséggel, gyümölcsel. Erre gondolunk kifejezetten, ezért neveztük el egy szociális mezőgazdaságnak. Elindítottunk egy ilyen nemzeti programot, nemzeti gazdasági program, és minél nagyobb erő kellene az országban, hogy ez a program ez megvalósuljon. Amin elindultunk, úgy gondolom jó út, de ez csak az alapja az egésznek. Konkrét, kézzelfogható tényeket kéne letennünk. És azért jó lenne, ha minél nagyobb támogatást kapnánk az önkormányzati választásokon, hogy nagyobb erővel tudjuk lerendezni ezeket a dolgokat, és tudjunk tovább menni. Lőrincében az utak állapota nem megfelelő, sok helyen kátyúsak, illetve vannak olyan utcaszakaszok, ahol járhatatlanok is. Milyen lehetőséged van a városnak arra, hogy ezen javítani tudjon? Két út típus van az egyik. Ez a városi kezelésben lévő út. Például ilyen klasszikusan és konkrétan a Rákóczi út szörnyű az állapota. Gödrök, a csatorna nem megfelelő leburkolása, az útszéllel leszakadva, személyautóval életveszélyes közlekedni, de más autóval is. Ezeket a helyi önkormányzatnak kell megvalósítani a pályázatból egyértelműen. Nyilván itt már az új önkormányzati vezetés fog ebben lépni. A másik a közútkezelő kezelésében lévő utak. Itt országosan nagyon kevés volt eddig erre a pénz, és nem is voltak karbantartva megfelelően. Minden kilométerre 2000 forint jutott körülbelül, ami, mint tudjuk, egy luk befoldására sem elég. Nyilvánvaló, hogy itt Lőrinci esetében is a Sejpi bekötőút is nagyon fontos. A Lőrinci bekötőút, ezeket meg kell oldani, le kell burkolni. Én amit meg tudok ígérni, hogy az itteni jövőbeni önkormányzat képviselőtestületének képviselőivel, a közútkezelőt fölkeresve, lobbizók, illetve segítek, hogy minél előbb ezek fel legyenek újítva. Kifogásolták a lakosok azt is, hogy a szemétszállításért akkor is fizetni kell, ha adott esetben nem viszik el a kukát. Ezen a rendszeren változtatni lehet? Két lehetőség van. Egyrészt le kell ülni most azonnal a választásokat követően a szemétszállító céggel. De ez nem csak Lőrincében, ez 60-ban is így van. Ha nem sikerül megegyezni a szemét díját, az elszállítás módját, és az elszállítás és a számlálás módját illetően, akkor a koncesszió lejárt, akkor olyan rendszert kell kitalálni szemétszállításra, ami a lakosságnak pénzügyileg megfelelő. Ez ebben a ciklusban be fog következni, mindenütt a helyi önkormányzat felelőssége, hogy ezeket a lépéseket minél előbb megtegye. Ha jönnek, hogy
Mi a véleményem, hogy az Észak-Magyarországi Fejlesztési Tanácsnál turisztikai fejlesztési pénz van a sejti tavak rendetételére? Segítek-e benne? Éleszek az első, aki boldogan. Bárki jön hozzám, hát úgy gondolom, ez a minden sejti nyerni fog, ha végre a tavak rendbe lesznek, meg szép lesz a környezet.